Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás február 5-éig. Mielőtt elmondanám, hogy mit üzennek a kártyák, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy havonta, mindig hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom. Ezt megrendelhetitek e-mailen keresztül. Az e-mail címem megtalálható a videó alatt. Ez havonta automatikusan jön, minden hónapban van egy téma, amiről beszámolok, azon kívül van egy asztrológiai előrejelzés, mutatom a havi angyalt, és van előnye is, hiszen minden hónapban van egy jóslás, asztrológiával együtt, fele áron. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a képek. Itt lesz egy látogatás. Az egyik oldalon itt van az ajándék és a pénz, tehát pénz jön a házhoz. A másik oldalon itt van ez a gyermek. Ez lehet egy látogatás, hiszen a gyermekek jönnek, de ennek a kisbabának van egy szimbolikus jelentése is, hogy itt lesznek újdonságok, vagy egy új kezdet. Itt látható egy jó hír, és mindez megjelenik az ő gondolatában, itt van a gondolat. De a lelkitársad itt is megjelenik, és a feje fölött lévő kártyák szintén a gondolatokra utalnak, tehát ő tervezi azt, hogy meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, lesz ajándék, egy jó hír, egy új kezdet, és itt előtte megjelennek a vágyak, az emlékek, az álmok. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Kicsit fáradt vagy, kimerült, vagy betegeskedsz, nem érzed jelenleg jól magadat. Itt előtted megjelenik ez az özvegy asszony, aki utalhat egy idősebb hölgyre. Itt megjelenik kettőtök között, tehát beleavatkozik a dolgokba, de mint mindig a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ez a kártya jelentheti nálad most a szomorúságot. Olyan egyedül érzed magad, valami betegít téged. Itt a gondolataidban megjelenik a vita, a veszekedés, ez a bíró, ez lehet egy bírósági ügy, vagy egy hivatalos dolog, ez a katonatiszt utalhat egy hivatalos személyre, de azt is jelentheti, hogy valaki parancsolgat neked, és itt van ez az igazságtalanság, voltak a múltban viták, veszekedések, és pontosan ez, ami betegít téged. De hamarosan lesz itt egy új kezdet, beköszönt a szerencse. Ezek a viták, nézeteltérések véget érnek, ez az özvegy férfi utalhat arra is, hogy itt lezárul valami, vagy egy idősebb férfi segíteni fog neked, ez lehet a főnököd, de lehet az apukád is, javulni fog a helyzet. Nem csak úgy általánosságban, hanem a szerelmi élet területén is, hiszen te egy vonalban vagy ezzel a szerelmes férfival, nála megvannak a vágyak, és ami a jövőt illeti. És itt lesz egy fordulat. Beköszönt a szerelem is hozzád, és itt megvan az állandóság, egy stabil párkapcsolat. Nem kell, hogy tégy most valamit. Az a fontos, hogy kipihend magadat, hogy újra jól érezd magad. És akkor jelentheti a gyermek ezt az újjászületést. Meg lesz újra az életerő, a szerencse, az ajándék, itt is látható a szerencse, meg lesz az életöröm, és ez pontosan az, amit ő tervez. Ő fogja irányítani a dolgokat, ő látogat meg téged, itt lesz egy fordulat, egy meglepetés, itt látható ez a hír, és pontosan ez, amit ő tervez. Légy a háttérben, várj arra, amíg ő közeledik hozzád. És lesz egy szerencsés fordulat. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.